Rég nem látott olyan mértékű tiltakozást az ország, mint az utóbbi hetek tanártüntetései, de sokat ront az összképen, hogy a politika rátelepedett a megmozdulásokra, mondja a Mi Hazánk. A párt szerint ez a tiltakozás hullám végre valóban nehéz helyzetbe hozhatta volna a kormányt, de most könnyen visszavághatnak azzal, hogy a baloldal áll a tiltakozások mögött. Vendégünk Dúró Dóra. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Például a Mi Hazánk részt vesz a tiltakozásokban? Mert akkor ezt oldalá ezt az ellenmondást, hogy csak a baloldal. Mi nem szeretnénk ezzel támadási felületet adni a tanároknak, illetve a civileknek, diákoknak, tehát olyan tömeg volt az utcákon valóban, és olyan mértékű az elégedetlenség, hogy még a kormány is elismeri, hogy valóban lépni kell. Azért kevés olyan ágazat van, amelyet 12 évnyi kormányzás után maga Orbán Viktor is elismeri, hogy valóban problémák vannak. Hát, és ez egy fura dolog, mert csak a pénzről beszélnek, arról is úgy, hogy majd az Európai Unió ad pénzre, akkor majd emelünk így úgy amúgy, de az összes többi követelésről nem, tehát a szakmai követelésekről egy hangot nem mond a kormány. Ez is például azért van, mert elővették a baloldal kártyát, meg ezt az egész kommunikációt átolták politikai síkra. Azt tudják mondani, hogy lám-lám, a baloldali politikusok ott vannak ezeken a tüntetéseken, ezek a tanárok, ezek a közéleti szereplők mind-mind baloldaliak, és ezért nem a szakmai párbeszéd zajlik az oktatásról, hanem egy politikai síkra át tudta terelni a Fidesz ezt az egész kérdést. Holott egyébként, amiket mondanak, akár a finanszírozás vonatkozásában, hogy majd 27-ben, 28-ban milyen magas lesz a tanároknak a bére, az is egészen elképesztő döbbenet. Nem lehet várni még 5-6 évet, hát látjuk, hogy most is óriási a létszámhiány, pedagógusok hagyják el a szakmát, és a következő 5-6 évben, hogyha ugyanezen a szinten marad a bérük, vagy ugye 10%-os emelést kapnak, még a 20% az infláció, akkor még több tanár fogja elhagyni. Ezt. Emlékszik, legutóbb már azért milyen számok voltak itt már összesen, hogyha összeadjuk, akkor 2025-ig ígértek 71-néhány%-ot, feltéve, ha az Unió odaadja rá a pénzt. Ami hát egy vicces gondolkodásmód, de ezt most tényleg tegyük félre. Ott már más számokról és más időszakról beszéltek. Egészen elképesztő több dolog miatt is a kormánynak a hozzáállása az oktatáshoz. Egyrészt az, hogy egy olyan kormány van tényleg Magyarországon, amely csak akkor biztosít tisztességes megélhetésű biztosító béreket a tanároknak, hogyha az uniós támogatások megérkeznek, mert maguktól egyébként állami forrásból ezt nem is tervezik, ez egészen döbbenetes. Másrésztről, hát nagyon hiteltelen a kormány, hát éveken keresztül azt hallgattuk, hogy ne Brüsszel döntse el, hogy a mi gyermekeinkkel mi ez, ne Brüsszel döntse el, hogy mi hogyan élünk, és kit mennyire szeretnénk megbecsülni, vagy kivel szeretnénk együtt élni. Ehhez képest most nyíltan azt mondják, hogy Brüsszel dönti el, hogy a tanároknak mennyi lesz a fizetése. Tehát egy ilyen nemzetstratégiai ágazatot, amelyben dolgozók, a pedagógusok a mi gyermekeinket a család után legnagyobb mértékben tudják befolyásolni, az ő jövőjüket a legnagyobb mértékben befolyásolják, határozzák meg a család után. Ő rájuk azt mondják, hogy hát majd Brüsszel eldönti, hogy akar-e nekik pénzt. Ha jól értem az álláspontját, akkor ezzel azt mondja, hogy ami a követelésekben elhangzik pedagógustól, szülőtől, diáktól, azzal a Mi Hazánk egyetért. Természetesen, tehát azt a vak is látja, és a létszámhiány talán a legnagyobb visszaigazolója annak, hogy érdemi problémák vannak az oktatási rendszerben, tehát nem csak finanszírozási, hanem szakmai kérdések is. Az, ahogyan például a tankönyvpiacot államosították, és olyan kiadóknak a tankönyveit lehetetlenítették el, amelyek magasabb szakmai színvonalat képviseltek, mint akár az állami tankönyvek, de legalább a szabadságot, a szakmai szabadságot biztosították a pedagógusoknak, ennek a negatív következményei látszanak az oktatásban, hogy csak egy ilyen szakmai problémát említsek, de a túlterheltség talán ez a legnagyobb probléma, és ezt szülőként, édesanyaként magam is látom, hogy mind a pedagógusok, mind a gyerekek túlterheltek, és olyan elképesztő mennyiségű tananyagot kell nekik megtanulni, ami nem az életkoruknak megfelelő, ráadásul egy csomó elavult, vagy olyan tudást kell elsajátítaniuk, amire aztán az életben nem lesz szükségük. Hát olyan részlettudásokat kérnek számon, amit egy kattintással meg lehet ma már találni az interneten, tehát igazából felesleges bebiflázni. Mert ez csak erről szól, az összefüggéseket kéne megtanítani nekik. Ha már összefüggések, ugye azt mondja, hogy a baloldali pártok rávetődtek erre a témára.
De hát most mi is erről beszélgetünk, tehát ők sem feltétlenül tesznek többet, illetve felajánlották azt, hogy ha szükség van rá, akkor segítenek szervezésben, hangosításban, színpad, ilyesmik. De nem mondták azt, hogy ők akarnak beszédet tartani. Igen, de azzal már, hogy a baloldali politikusok ezekről a tüntetésekről szelfizgettek, és tették közé, hogy ők is ott vannak a tömegben, ezzel tették lehetővé azt, hogy a Fidesz elsődlegesen politikai síkra tudta ezt terelni, és azt a látszatot kelt, hogy minden pedagógus, aki kint van az utcán és tiltakozik, az baloldali, valójában a baloldal szervezi ezeket, a baloldal adja ennek az egésznek az infrastruktúráját. Az egész ügy sokkal erősebb lett volna, és sokkal nagyobbat ütött volna, hogyha ilyen mértékű együttműködés nincsen. Az országgyűlésben én magam is elmondtam azt, hogy támogatom a pedagógusok követelését, szolidáris velük a Mi Hazánk is, és valóban nagyobb megbecsülést érdemelnek, de úgy gondolom, hogy sokkal nagyobbat ütött volna ez az egész, hogyha nem adunk egy ilyen adóászt a Fidesznek. Értem. Eszembe jutott, hogy itt most beszélgetünk, ezen a héten szóba került a Mi Hazánk egy Jobbikkal kapcsolatos ügyben, hogy a szabadságtéri emlékmű, szovjet emlékmű lebontását követelik most is. A parlamenthez is fordulnak ebben az ügyben. Hát Novák előd, az ön pártársa, meg társa, ez ügyben hajdanában elég sokat tett egy kalapáccsal a kezében. A Jobbik javaslata mellé állnak? Hát ez a mi javaslatunk volt, aztán a Jobbik, ameddig a baloldali szövetségben együtt volt Gyurcsány Ferenccel, illetve hát még mindig együtt vannak, akkor elfeledkezett róla, aztán most azt látjuk, hogy igyekeznek visszatérni azokhoz a programpontokhoz, amelyeket egykor képviseltek, bár ez azért harmadgyenge követelés a részükről. Gyöngyösi Márton azt is mondta már, hogy ugye, hogy a DK-val nem fognak közösen indulni, aztán amikor a belső párt fórumokon ebből óriási balhé volt, akkor igyekezett visszakozni ebből. Jó, de hát ez most egy konkrét ügy, egy emlék. Odaállnak a javaslat nekünk mellé? Az álláspontunk az mindig is ugyanaz volt ezzel kapcsolatban, és semmiféle varga betűt nem tettünk ebben az elmúlt 12 évben, a Jobbik megtett nem csak ebben, tehát egy kiszámíthatatlan, és úgy gondolom, hogy nem komolyan vehető pártról van szó, ezt már mutatja a támogatottságuk is, ha jól láttam, 2%-ra estek. Ezt én most nem tudom sem cáfolni, sem megerősíteni. Dóra, Mi Hazánk elnöke helyettese, köszönöm szépen, köszönöm, hogy itt volt velünk.